valakire most nagyon haragszok. És kire? Őre haragszok nagyon, de ezt majd a videóban elmondom nektek. Gyertek! Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra a csatornán, a régi és az új követőket, mert látom ám, hogy jöttek megint új követők. Köszönöm. Na, ahogy látjátok, ez a videó nem csak a Hondáról fog szólni, azért most már belekóstoltam ismételten a motorozásba, de hát kisebb nagyobb szerencsével, mert hát volt egy elég kemény sztorim, nem tudom, mikor fog kimenni ez a videó, de az ezelőtti hétvégén elmentem motorozni. És mielőtt belevágnék ebbe az egész történetbe, mert itt van ez a bestia mellettem, aki jól megszivatott. Előtte beszéljünk egy kicsit a Hondáról, mert jött alkatrész. És hát nem is akármilyen csomaggal jövök, mert... Nem látjátok, akkor kibontjuk. Nézzétek, én már belenéztem, de nem bontottam ki. Na, nem is akármilyen csomaggal jövök, hanem a Hondának a hűtő radiátorával. Mert hát a régi elég gyöszös volt, és kókány megoldásokkal volt megjavítva. Így úgy döntöttem, hogy én ezt nem fogom felrakni a motoromra. Ha már ennyi mindent kicseréltem, akkor veszek egy újat. És hát néztem is egy újat, nem is egyet, kettőt, hármat, négyet néztem. Nagyon sokat keresgettem, hogy mégis hol lehetne vásárolni hűtőt. Hát ismételten külföldön találtam, azaz eBay-en. Bontsuk ki, és hasonlítsuk össze a másikkal, mert mondom, még én nem vettem ki, csak kinyitottam a tetejét, hogy tényleg benne van. És nézzétek, hát tényleg benne van. Rossz, nagyon rossz vagy. Na, várjatok, ez nem kell. Na, hát itt van a régi. Van a problémák. Nem Lukas, mert amikor szétszereltem, akkor még teljesen jól úgymond működött, mert ugye működőképes volt a motor, szóval el is volt indítva előttem. Nem láttam volna, hogy valahol eresztött volna a hűtővíz, meg ilyenek, de látszik, hogy nem a legjobb megoldásokkal volt megcsinálva, meg be van horpadva egy-két helyen. Lehet, hogy ezek javítatok. Én nem tudom, figyeljetek, én nem értek nagyon hozzá. Hát és ami nekem teljesen szétvitte izét, az agyamat, ezek a szegecselések. És hát ez ilyen lötyög, mint a izé, macska farka, érted, de... Na, szóval ezzel nem akartam én már bajlódni se semmit. A csövek amúgy jó állapotban vannak, majd bilincseket kell vennem, amiket ki kell cserélgetnem, ezek már elkorrodáltak. Kupak is olyan könnyen mozog rajta, szóval nem tudom. Na mindegy, a csövek amúgy jó állapotban vannak, lehet, hogy azokat megtartom, de, mármint sőt, hogy biztos, hogy megtartom, de jöttek csövek az újhoz is, de inkább nézzük meg azt. Ebből ennyi. Na, ezt tegyük is félre. Itt van. GPI. Hát azért itt van különbség, na. Akárki akármit mond. Jaj, de szép. És ez is olyan, na, azért nem. Sokkal könnyebb, hogy nehezebb elforgatni, szóval. Feketénél, hogy ott van lennem, hogy féltem, hogy leesik a teteje a motorozó. Na, hát ezt látjátok, hogy teljesen novi állapotban van. Egyenesen az eBay-ről, ha jól tudom, akkor a csehektől rendeltem. Igazából 3 nap alatt itt volt, vagy 4. Szóval nem kellett sokat várni, és itt vannak a csövek is, ami novi újak, hogy ki sincsenek bontva. Szóval hatalmas az öröm. A következő videóban már ez lesz, vagy ez is be lesz mutatva, hogy fel lesz rakva, mert most ebben a videóban sajnos ilyeneket nem fogok megmutogatni, de ez most ennyi erről a részről. Új csövek, új hűtő, tök jól néz ki. Mindjárt fölrakom ide mellé a... Jó, hogy szekarcolgatom, hogy a földobálgatom. Itt van. Na és hát... Ez a régi. Pont fordítva van, de igen. Ez, meg ez. Ez az új. Azért van különbség.
Nekem nagyon tetszik, és örülök neki, hogy ez is sikerült kicserélnem. Ennyi. Hát, folytassuk akkor a többi sztorival. Na hát akkor megjött az új hűtő, és a mai napon amúgy megrendeltem egy komplett kipufogó rendszert a motorra, mert sajnos arra is szükség volt. Hát nagyon rossz állapot volt a... Azt hiszem, erről még nem beszéltem a videóban, de lehet. Na mindegy, mármint hogy az előző videóban. Nagy rossz állapotban volt a rezonátor, össze-vissza volt hegezgetve, én ezzel nem akartam foglalkozni, be is a horpadva, szóval valószínű, hogy a hegezgetések miatt, és még van is rajta repedés, és lehet, hogy meg is lehetne hegeszteni. Nem biztos, hogy meg lehetett volna olyan szinten csinálni, ami nekem megfelelt volna, mert most már tényleg az a célom, hogy minden gyönyörűen nézzen ki rajta. Ezért rendeltem, egyenesen Hollandiából rendeltem egy komplett kipufogó rendszert, ez a DEP nevezett kipufogó, van benne rezonátor és egy végdob, és szóval erre várok még, erre is várok még, még egy apró cseprőbb alkatrészekre várok, még itt a ilyen gázkar, üzemóramérő, meg ilyenek még fognak jönni, ezeket is majd fölrakjuk, de a hűtő felrakásról még lesz külön videó, meg ugye a hátuljáról, ahogy visszarakjuk a hátsó kereket, a himba rendszert és majdnem mindent. Bár már a lengőkart és a himba rendszert összeraktam, ott is voltak, hál' Istennek, vagy hát ott volt egy kis szerencsém. Na, hát igazából erről ennyit, a célról ennyit, mostanában fogok jönni valamikor vele, nagyon remélem, hogy lesz időm megcsinálni, és akkor meg is érkezik közben a kipufogó. Azt hiszem, én onnan rendeltem az üléshúzatomat, és ott azért ez egy hosszabb idő volt, ez egy olyan majdnem másfél hét volt kettő, mire megérkezett. Sajnos nagyon szorít az idő, mert egyre jobban közeledik az áprilisi, vagy májusba? Nem tudom most pontosan, de hamarosan jön az első futam, amire nem látok nagy valószínűséget, hogy el fogok tudni indulni. Bár az a bajom, hogy egyre jobban azt látom, hogy nem fogok teljes szezont menni, hogyha egy versenyre el fogok jutni, vagy kettőre, akkor már nagyon boldog leszek, mert még mindig nem mentem egy métert a motorral, és nem is... próbáltam ki, nem edzettem, így nem akarok, mondom, menni úgy, hogy nem mentem vele egy métert se. A jó hír az egészben, ezt még nem is mondtam, hogy lehet, hogy a héten már meg is jön a blokkom, szóval a blokkot is be tudom rakni, és akkor már a videó az mehet a hűtőszerelős, blokkos, beszerelős videóval. Azt hiszem. Na, mindegy, de már hatalmas a boldogság, meg kaptam róla hírt, hogy hamarosan készen lesz. Na, és akkor most a célt dobjuk félre, mármint ne úgy, hanem csak témaügyileg. És hát ugye a videóban meséltem nektek arról, vagyis hát, hogy a címe is mutatja, és ahogy említettem az elején is, volt egy nem sikeres motorozásom. Képzeljétek el, összeállt a kis speedbike, mondom, de jó lesz, elmegyünk, motorozunk egyet. És hát minden adott is volt, tök jó volt az idő, a motort is leellenőriztem teljesen, mert hát mivel messzire mentem. És miért mentem messzire? Mert hát tudjátok, lehet már említettem nektek, a Piliscsévi, az ikonikus Piliscsévi crosspályára mentem, aminek van egy speedbike pályája is, amit 50 és 65 köbcentivel lehet használni, és speedbike-kal. Na hát én ezt elhatároztam, nekem ez egy bakancslistás hely volt, hogy ameddig van speedbike-om, meg ameddig lesz is, addig el fogok menni. Szóval oda el kell menni, és most jött el az idő, hogy most kipróbálom. Hát el is mentem, el is indultunk innen, nem is tudom hány száz kilométer, azért nem 100, de 100 biztos. Jó, 2 óra volt az út, fölértünk, tök jó is volt. Ugye hát hétköznap mentem kedden, nem is voltak sokan, ezért a pályán én egyedül mentem, de hát nem volt ez ilyen egyszerű, ahogy én ezt elképzeltem. Az első 5 perc motorozás tök jól sikerült. Működött a motor, aztán jöttek a hibák. Az első hiba az volt, hogy neki állt tömleni a karburátorból a túlfolyól a benzin. Hogy véletlenül se tudtam beállítani úgy a karburátoromat, hogy normálisan tudjak velem motorozni. Neki állt ereszteni az első teleszkópom az olajat, szóval valószínű azt is ki kell cserélni, de ez még nem is lett volna probléma, mert azon még el lehetett volna motorozni azon a napon. Aztán folytatódott tovább a problémák sorozata. Befogott a hátsó fék olyan szinten, hogy alig tudtam vele menni, az is hosszú percek javítgatása után sikerült olyan állapotba összeraknom, hogy végre tudjak egy kicsit motorozni. És itt már teljesen idegben voltam, mert messze is voltam, alig tudtam motorozni, minden problémája előjött a motornak, ami úgymond előjöhetett, és épp hogy minden hajszálon múlott. Szóval nem tudtam olyan állapotba összerakni a motort, hogy működjön. Fullad, dadogott a motor, befogott a hátsó fék, szóval minden összeállt, és ennek tetejére, ami igazából pontot tett az i tetejére, és megkoronázta a napomat, azaz bezárta, hogy valamilyen úton, módon
eltört a kipufogó könyököm. És ezzel végleg betelt a pohár nálam, egy az, hogy olyan idegben voltam, hogy nem tudtam volna már normálisan motorozni, azért pár kört tudtam menni. De valahogy nem értem, hogy tudott eltörni, hogy tudtak, vagy a bolygó állása, vagy minden összejött a fejem fölé, hogy nem működjön. Pedig előtte való nap mindent megcsináltam, átnéztem, karburátort pucoltam, és még ki is próbáltam, hogy mindent be tudjak állítani, akkor működött. Ez van, szóval ilyen szinten sikerült a motorozásom, azért nézzétek meg. Ez így sikerült. Hallottátok is, hogy nem pörgött ki normálisan a motor, azaz fulladt, minden baja volt. Szóval nagyjából ennyi volt a történet. Ami pozitív az egészből, kirándultunk egy jót a barátnőmmel, és a másik az, hogy ettünk is egy jó zsámbékont. Szóval ennyit azért el tudok mondani. Meg eljutottam a pályára, szóval azért tudtam motorozni egy keveset, azt élveztem, szóval még vissza fogok térni, de majd meglátjuk, mert azért vannak itt gondolatok a fejemben, mert lehet, hogy a pitbike motorozásnak jelen helyzetben itt nekem most véget fog érni. De erről még nem akarok biztosat mondani, és nem is akarok többet sem, mert nem tudok, még vívódok egy picikét, de majd ezt is el fogom nektek mondani, hogy miért. De nem ebbe a videóba. Én köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Hamarosan jövök egy CR videóval, ugye a hűtővel és lehet, hogy a motorral. Én nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok, végignéztétek. Mindig legyetek figyelmesek, ha elmentek motorozni. Jó, ellenőrizzétek le a motorotokat, ne hibázzatok annyit, mint én. Vigyázzatok magatokra, tényleg köszönöm, hogy velem voltatok. Iratkozzatok fel minden
izére, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Köszönöm, velem tartottatok. Sziasztok!